jelenleg két kisgyermek beszoktatása zajlik a Bonyhádi bölcsöde legújabb csoportszobájában. A völgységi városban akkora igény van a szolgáltatásra, hogy sokan várólistára kerültek. Intézményvezetőnk felé jeleztem, hogy a korábbi évekhez képest a várólistán sokkal több gyerek van, és onnan ő fenntartó felé ezt jelezte, és egy nagyon gyors döntés született, és ennek kapcsán elindulhattunk egy új bölcsődei csoportnak a létrehozásában. Január közepén jeleztem én, hogy már 80 vannak, akiket el kellett utasítanom. Kiderült, hogy a vezetőnknél is már jelentkeztek telefonon, tehát már egy kis csapat összegyűlt, és ez egy jó egy hónap, másfél hónap. Tehát ez egy nagyon-nagyon rövid idő, és így összehozni, hát sikerült. Sikerült. Tehát ez ad egyfajta pozitívumot, hogy érdemes valamiért küzdeni, oda tenni, mert megvan az eredménye, és létrehozható. A tornaszobaként működő termet alakították át, és így 12 fővel növelték a bölcsőde férőhelyeinek számát, azonban nem tartottak sokáig a szabad helyek. Két gyermek megvan már. A beszoktatás az folyamatos, egy gondozó két gyermeket szoktat be egy alkalommal, egy hét alatt. A Covid miatt most a beszoktatás rövidebb időtartamú, de természetesen figyelembe vesszük a gyereknek az igényét, hogyha ő neki ez kevés, akkor ezt meg tudjuk hosszabbítani. És így áprilisra elmondható, hogy a 12 gyermek itt lesz már az intézményünkben. És úgy érzem, hogy egy olyan csapat van, lelkes csapat van itt, akik a gyerekekért vannak, egy nagyon szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó közeget tudunk a gyerekek számára nyújtani. Hatalmas udvarral rendelkezünk, szép családias környezetben, és én azt gondolom, hogy az, hogy ebben a járványügyi helyzetben bővülhet egy bölcsöde, 12 taggal gyermeket tudunk felvenni, tehát dolgozó szülők gyerekeinek tudunk segíteni, és két új dolgozót is tudunk felvenni, illetve a fenntartó által két új dolgozó került a csapatba. Hat év alatt nem csak megújult és korszerűbbé vált a létesítmény, de a bölcsőde férőhelyeinek száma is megduplázódott. 2015-től itt egy hatalmas változás történt az intézményben. Akkor még csak 24 kisgyermekkel látását biztosítottuk, és 2017-es felújítás követően még ez bővült 12-vel, és most meg már ez a 12-24, és most már 48 kisgyermek van nálunk. Úgyhogy úgy érzem, hogy szükség van a munkánkra, és valahol ez a kisgyermeknevelői presztízst is én úgy gondolom, hogy növeli, hogy létezünk, elfogadnak a szülők, és bíznak bennünk, és rámerik bízni a életük gyümölcsét, és ennek nagyon hálásak vagyunk, köszönjük. Megzsírozom, megvajazom.